reggeli személy. Szent Ivány István külpolitikai szakértő volt, nagykövet volt, EP képviselő volt, külügyi államtitkár és a Connect Europe Egyesület elnöke a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm a meghívást, és jó reggelt kívánok. És akkor lesz egy konferencia november 4-én, Európai Igen. Uniós értékek és források védelme, ez a Transparency és a ti szervezeteteknek a közös konferenciája, és például lesz itt szó jogállamiságról, átláthatóságról, a Magyar Uniós elnökségről, szóval sok mindenről. Nagyon röviden azt meséld el nekünk először, hogy mi ez a konferencia, és mondjuk, mert gondoljátok, kiemelten fontosnak, miben különbözik ez nagyon sok mástól, amikor idejöttek magyarok, külföldiek, és beszélgettek arról, hogy hát hol is vagyunk mi az Európai Unióban. Két dolog miatt tartom ezt fontosnak. Egyrészt most Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnökségi posztját, tehát ez ad egy jelentőséget annak, hogy itt Budapesten vezető szakértők és ez illetékes személyek vesznek részt a konferencián. A magyar kormány részéről is egyébként Bóka János miniszter, neki mi örülünk, hogy ő vállalja ezt a vitát és részt vesz rajta, de Jurova is. Hát sajnos most már kiderült, hogy csak online, de nem videóüzenettel, hanem élőben, tehát azért a vitában részt fog venni. Ugyanígy részt vesz a vitában Tineke Strik, az új jelentéstevő, aki 5 éven keresztül figyelemmel fogja kísérni a magyarországi fejleményeket, és folyamatosan erről jelentéseket terjeszt elő az Európai Parlamentnek. Nagyon sok vezető szakértő van jelen. Tehát ez az egyik fontos szempont. A másik fontos szempont pedig az, hogy Magyarországnak pont ezen a két területen nagyon súlyos problémái vannak. Az Európai Unióval is, de nekem számunkra fontosabb, hogy a magyar állampolgárokkal szemben is. Tehát ugye ez két nagy blokkból áll ez a konferencia, egy jogállamisági blokkból és egy korrupciós blokkból. Mind a két területen nagyon súlyos hiányosságai vannak a magyar állam működésének, és erre szeretnénk fölhívni a figyelmet. És van még egy plusz elem, amit azért itt szeretnék szóba hozni, hogy bár amikor terveztük ezt a konferenciát, a Transparency International-ra még nem tudtuk, de azóta egy nagyon durva és alantas támadás érte a szuverenitásvédelmi hivatal részéről a Transparency International-t, külföldi ügynöknek minősítették, külföldről irányított szervezetnek, és ebben a helyzetben különösen fontosnak tartjuk, hogy mi kiállunk mellettük, és együtt szervezzük ezt a konferenciát. Akkor még mielőtt belemennénk a tartalmi kérdésekbe, beszéljünk egy kicsit a Connect Europe-ról, hogy pontosan mi is ez a szervezet. Köszönöm szépen a lehetőséget, mert hiszen ezt nem nagyon ismerhetik a kedves hallgatók, ez egy most létrejött szervezet, ami egy civil társadalmi szervezet, aminek kettős célkitűzése van. Az egyik az, hogy a magyar társadalom felé közvetíthesse az európai értékeket, hiteles tájékoztatást adjon arról, hogy mi zajlik Európában, és hát szeretnénk ezt egy ilyen kicsit mozgalommá is fejleszteni, vidéki klubhálózatokkal, Budapesten is indul hamarosan egy Connect Café nevű rendezvényünk, ahol rendszeresen ezekről a kérdésekről beszélünk. Ilyen persze van más is, de azért ez is fontos, és a másik fontos szempont, és ezt folytatjuk most, hogy hitelesen tájékoztassuk az európai közvéleményt a hazai helyzetről, azokon a csatornákon, amikkel mi rendelkezünk, ebben vannak személyes csatornák, hamarosan Brüsszelben tartunk egy rendezvényt. Most éppen itt ezután a beszélgetés után nemzetközi sajtótájékoztatóra megyek, ahol a Magyarországra akreditált nemzetközi tudósítókkal fogunk beszélgetni a helyzetről. Tehát van egy kifelé irányuló tevékenység. És a Connect Europe azt jelenti, hogy kapcsolódjunk Európához minden szempontból. Ezt azért tartjuk most nagyon fontosnak, mert nagyon sok támadás éri Magyarország Európához való tartozását, elsősorban a kormány részéről, egyébként tegyük hozzá, hogy aki hallgatta a tegnapi ünnepi beszédet, de ezt most nagyon idézőjelben mondtam, Orbán Viktor beszédét, az hallhatta azt, hogy Orbán Viktor már egyenesen Szovjetunióhoz hasonlította Brüsszelt, azt az Európai Uniót, aminek jelen pillanatban éppen ő és a kormánya tölti be a soros elnöki tisztségét, tehát még az egész dolog nagyon bizarr is és visszás. Beszélek folyamatosan gazdasági semlegességről, ami ha komolyan vesszük ezt a dolgot, az tulajdonképpen az Európai Unióból való kilépése legyen értékű, hiszen az Európai Uniónak van közös kereskedelempolitikája, közös vámpolitikája, közös versenypolitikája, közös szankciós politikája, ezek mind kötelezőek, és ezek mind minősített többségűek, tehát ebben még vétójoga sincs a magyar kormány a szankció kivételével, tehát ezek határozzák meg a kereteket, itt nincs semlegesség, mi ugye tartozunk.
kivéve, ha kilépünk, de remélem, hogy ezt nem gondolják komolyan. A konferenciának az egyik nyitó előadását Bóka János fogja tartani, igen, ki az uniós ügyekért felelős államtitkár. A miniszter most már. Miniszter, bocsánat. És hát egyrészt mondhatnám azt, hogy remélem, hogy nem fogja félteni a szuverenitását ott a Transparency-től, meg a különböző jelenlévőktől, de hát úgy is lehet ezt kérdezni, hogy ezek szerint akkor a kommunikáció, a párbeszéd az még létre tud jönni a kormány, és a kormány uniós politikájával azért jól ismerhetően kritikus politikusok, szakértők között? Meg kell mondjam, hogy minket is kicsit meglepetésként ért, hogy eljött, de örülünk neki, mert idáig ők minden vita elől kitértek. Tehát idáig párbeszéd nem folyt ezekről a kérdésekről, érdemi párbeszéd főleg nem, üzengetések folytak. Tehát ezt akár pozitív jelnek is tekintetjük, de persze nyugtával dicsérjük a napot, ha meg lesz ez az előadás, és ott valóban kialakul egy észszerű párbeszéd, az jó lenne. Mert miről van szó? A tét itt nagyon nagy, különösen a jogállamiság ügyeket illetően, de hát ezek összefüggnek a korrupciós ügyekkel is, ugyanis Magyarország azért nem juthat hozzá források jelentős részéhez, mert ezeken a területeken nagyon súlyos hiányosságai vannak, amelyeket idáig a kormány, mintha valóban nem kívánt volna felszámolni. Na most, hogyha ez az annak a jelzése, hogy a kormány ezt kezdi komolyan venni ezeket a kifogásokat, és elindul azon az úton, hogy ezeket a problémákat felszámolja, ez mindenképpen üdvözlendő, és ez el is vezethet oda, hogy Magyarország további forrásokhoz juthat, de hát mondom, ezért ennyire nem akarom túl optimistán közelíteni meg ezt a kérdést, mert azért még ettől messze vagyunk, de lássuk, ez majdnem egy első fecske, hogy egy miniszter egy ilyen rendezvényre, civil társadalmi rendezvényre eljön, és ott hát reméljük, hogy lesz mód arra, hogy valóban párbeszéd legyen. Akár, hogyha a konferencia szintjén nézzük, akár uniós szinten, nem tudjuk megkerülni, meg te is utaltál le a tegnapi Orbán beszédre. Hogyan lehet fenntartani észszerű párbeszédet úgy, hogy közben a miniszterelnök, a Soros elnökséget adó Magyarország miniszterelnöke Manfred Weber kutyájáról és szovjetuniózásról és hasonlókról beszél ilyenkor? Tudom, ez nem az első alkalom, most tényleg szintet lépett lefele, de hogy amikor egy ilyen beszédet elmond, akkor a Unióban azt mondják, hogy jó, még egy, ilyen volt már, vagy azért ennek még mindig van valamiféle hatása? Hát beleillik a sorba, és nagy meglepetés nem okoz, de szintet lépett lefelé. Minden szempontból. Hát először is kezdjük ott, hogy egy miniszterelnöknek egy nemzeti ünnepnap alkalmából nem ilyen beszédet kéne tartania, hanem sokkal inkább az ünnepről kéne beszélnie. Ő sokkal inkább most egy ilyen pártelnöki beszédet tartott, de egy szélsőséges pártnak a elnöki beszédét tartotta meg. Rendkívül sok rágalmazással, ugye folyamatosan rágalmazta az Európai Uniót, ahogyan ön is utalt rá, fenyegetőzött, kifejezetten fenyegette azokat, akik szembeszállnak, vagy akinek más a véleménye. Alpári szinten beszélt a dolgokról, éreket mondott, hogy lehet pakolni, és húzzák el a csíkot Brüsszelbe. Szóval engem borzasztóan rosszul érintett, hogy azt kell mondjam, hogy lesújtónak tartom azt, ami történt tegnap. És ezek után tényleg nem könnyű. Tehát azt kell mondjam, hogy a miniszterelnök egyre rosszabb köröket fut, egyre jobban élezi a viszonyt. Én még tavasz folyamán reménykedtem abban, lehet, hogy már az önök stúdiójában is elmondtam, hogy itt talán van egy alkalom a magyar elnökséggel, hogy lehet egy kicsit javítani azon a nagyon feszült, nagyon konfliktusos viszonyon, ami Magyarországot az Európai Unióhoz fűzi, és én, mint egy ilyen meggyőződéses európai párti, ennek örülnék, ha ezek a feszültségek enyhülnének. Hát sajnos ennek pont az ellenkezője történt. Már rögtön az elején, ugye, a moszkvai turnéjával miniszterelnöknek, és hát azóta is folyamatosan feszíti Tusnádi beszéddel, most a semlegességgel. Tegnap egyébként még mondott valamit, amit általában a média figyelmét elkerülte, vagy nem figyeltek föl rá, ugyanis azt mondta, hogy mindennek az a tanulság, hogy nekünk csak Magyarországért és a magyar szabadságért szabad harcolnunk. Most ez tökéletesen szembe megy a NATO-ban vállalt kötelezettségünkkel. A washingtoni szerződés 5. pontja ugyanis arról beszél, hogy minden tagállamnak, ha bármely tagállamot külső támadás éri, akkor minden tagállamnak úgy kell tekinteni, mintha őt érte volna a támadás, és mindent meg kell tennie azért, hogy megvédje azt a tagállamot. Ez is nem csak azt jelenti, hogy mi nem akarunk harcolni másokért, hanem ha mi nem vagyunk NATO-tagok, akkor minket se fog senki megmenteni és megvédeni, ha ilyen helyzetbe kerülnénk. Tehát
Tehát ez gyakorlatilag nyilvánosan a NATO Washington alapító szerződésének a felmondásával egyenértékű mondat volt. Most persze tudják, hogy össze-vissza beszélt, tehát szerintem nem veszik ezt ennyire komolyan, de ezek azért mind jeleznek valamit. Tehát mentálisan ő már kívül van a NATO, meg az EU-n is. Tehát aki arról beszél, hogy gazdasági semlegesség, az kívül helyezte magát az Európai Unió, mert nem fogadja el azt, hogy egy olyan közösségnek vagyunk a része, amelynek ezeken a területeken van egy határozott közös politikája, mindenki, minden tagállamra kötelező közös politikája. De a rossz viszonynak a borzalmassá válását azt ugye nem az eredményezte, hogy Orbán Viktor miket mond, hanem hogy újabban miket csinál. Tehát magyarán, hogy a szövetségnek, és nem csak az Európai Uniónak, hanem a NATO-nak is a közös döntéseit lassítja, akadályozza. Adott esetben mondjuk például megakadályozza, hogy a Ukrajnát segítő tagországok megkapják ezért a uniós forrásokat. Igen, ez így van, tehát nagyobb súlya esik latba, hogy mit csinál, ez teljesen. Ő maga is egyébként azt mondta, hogy ne azt nézzék, amit mondok, hanem amit csinálok. De furcsa módon mostanában azért sokszor ez összhangban van, tehát durvákat mond és durvákat lép. Tehát nem akkora a különbség a kettő között, igen, tehát folyamatosan. Tehát ez nem úgy keletű dolog, ugye Ukrajnát éveken át akadályozták az együttműködésben a NATO-val, a magyar kisebbség helyzetére hivatkozva, aztán másfél éven keresztül akadályozták Svédország belépését az Európai Unióban, majdnem egy éven keresztül Finnország belépését az Európai Unió, bocsánat, a NATO-ba, mind a két a NATO-ba. Folyamatosan akadályozzák a közös erőfeszítéseket, ugye több mint egy éve nem fizetik ki a béke keretből azoknak az országoknak a költségeit, nem Ukrajnának, hanem azoknak a tagállamoknak, akik segítették Ukrajnát, és tehát fegyvereket adtak át, főleg volt szovjet fegyvereket, és ennek az ellentételezését. Tehát itt ráadásul még nem is Ukrajnát éri ez igazán, hanem a többi tagállamot. Tehát teljesen illojálisan viselkedik az unió egészével, és az unió tagállamével szemben is, és nem konstruktívan. Most nagyon sokáig sok mindent elnéztek Orbán Viktornak, de David Pressmannek az a nyilatkozata, és utána aztán Julia Gross német nagykövetnek is a nyilatkozata, aki szintén eljön a konferenciánkra, és el fogja mondani a véleményét, az már egyértelműen jelzi, hogy most lassan betelt a pohár. Ez a legfőbb tanulság a strasbourgi vitának is, hogy az utolsó illúziókkal is leszámoltak az Európa vezetői, beleérte von der Leyen, de Manfred Weber beszéde is, és a többi vezető beszéde is arra utalt, hogy leszámoltak azzal az illúzióval, hogy lehet konstruktívan együttműködni a magyar miniszterelnökkel. Látszik, hogy nem lehet. Sok mindent megígér, aztán teljesen más csinál, továbbra is akadályoz mindent, és még az lenne a kötelessége, ez a szerződésből fakadó kötelesség a soros elnökséget betöltő tagállamnak, hogy az unió egységén örködjön, hát pont az ellenkezőjét teszi. De nyíltan ki is mondja, hogy hát ugye az unió megosztott, vannak a többiek, meg vagyunk mi. Hát szóval az egész magatartása az nem, hogy az egységet erősíteni, hanem gyakorlatilag a szétforgácsolásra megy, és ezt most már tökéletesen látják, hogy ez egy egzisztenciális fenyegetés az unió egészére nézve, és hát ennek sajnos látjuk a következményeit is. Akkor nézzük meg ugyanez belföldi szinten, mert nyilván az unió szempontjából kevésbé káros, hogyha mondjuk a ukrán támogatásnak fekszik keresztben, mint hogyha a magyar belpolitikában okoz károkat, de azért például az, hogy egy jogállamisági eljárás közepén, miközben még anno az volt a retorika, hogy nagyon várjuk már az uniós pénzeket, és minden feltételt teljesíteni fogunk, egyszer csak kinő a földből egy szuverenitásvédelmi hivatal, ami hát teljesen egyértelműen szembe megy mindennel, és teljesen egyértelműen kötelezettségszegési eljárást fog maga után vonni. Tehát ennek például milyen üzenete van? Nyilván mondom, hogyha azt nézzük az összképet, hogy mekkora kárt okoz az, hogy keresztbe fekszik egy ukrán támogatásnak, meg mekkora kárt okoz az, hogy itt nálunk mit csinál, az nem összevethető, de hát ennek is van egyfajta uniós vetülete azért, hogy ez történik egy uniós tagállamban. Hát egyértelműen van, és fel is fedezte ezt az unió, és el is indította már a kötelességszegési eljárást. Még valóban nincs bírósági szakaszban, de már azt mondják, hogy mint a magyar kormány válasza nem volt megfelelő, tehát nem nyugtatta meg őket. Ugye
magyar kormány arra hivatkozik, hogy hát ez valójában nem hatóság, semmilyen jogkövetkezménye nincs annak, amit ezt csinál. Ez sem igaz egyébként, mert már ugye fenyegetőznek is, sőt, hát már Lánc Tamás már a hazaárulás törvényi jogállását is szeretné megváltoztatni. Hát meg hatósághoz fordulhatnak, és a hatóságok és az valószínűleg azért együttműködőbbek lesznek. Így van, és közvetlenül együttműködik a titkosszolgálatokkal, ami aztán igazán aggodalomra adhat okot. Tehát nem véletlen, hogy az Unió is ezt ugyanígy értékeli, el is indította az eljárás. Szerintem ezzel ők is tisztában vannak, tudják, hogy ez hamarosan bíróság elé kerül, a bíróság hát sajnos lassan, de másfél-két éven belül ezt el fogja meszelni, viszont a választások azok másfél év múlva lesznek. Tehát én egyértelműen láttam, hogy ez azért lett fölállítva, ez a szervezet, hogy a választásokig denunciálja, folyamatosan támadja az ellenzéki, vagy a független médiát, az ellenzéki pártokat. Most úgy látom, hogy elsősorban a Tisza pártra szálltak rá, korábban ugye a többi pártot is megzárták és támadták. Tehát ez a pártnak egy fegyver. Ez nem egy kormányszerv igazából, hanem a Fidesz hatalmi érdekeit szolgáló szervezet, amit igen nagy költségvetési támogatással, adófizetői pénzzel fizetünk mi mindannyian, önök is, meg én is, meg mindannyian, akik adózunk, hiszen évi 6 milliárd forintból működik. Lánci Tamásnak még a miniszterelnöknél is magasabb a fizetése, miért egy egészen döbbenetes dolog. Reméljük meg emelik gyorsan a miniszterelnökét, hogy ez nem maradjon így sokáig. Azt mondtad, hogy az Európai Uniós politikusok többsége az azt gondolja most, hogy nem lehet együttműködni Orbán Viktorral. Na de akkor mi van? Tegyük fel a kérdést, most még ha valami Magyarországon eddig elő nem forduló csoda nem történik, akkor másfél évig még Fidesz kormány van, lehet, hogy utána is, és Orbán Viktor van, szóval, hogy addig valamit csak kellene csinálni, ha nem miniszterelnöki szinten, de miniszteri meg bürokrácia szinten, mert itt vagyunk ebben a közösségben, kellenének azok a források, meg egyébként egy csomó döntésben meg ott kéne lenni együtt mégiscsak. Szóval, hogy valami más útja nincs-e annak, hogy ne a miniszterelnökből, meg az ő beszédeiből induljunk ki akkor, amikor arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet együttműködni mégiscsak. Technikai szinten nyilván fennmarad ez az együttműködés, hiszen tagjai vagyunk, a NATO-nak is, az Európai Uniónak is, tehát elkerülhetetlen, és ezek a szervezetek egyik sem ismeri a kizárás lehetőségét, bár már sokan fontolgatják ezt, ugye született egy francia-német javaslat az Európai Unió reformjára, amiben kifejezetten szerepel, hogy 4/5-del, tehát nem ez a jelenlegi végrehajthatatlan, abszolút egyhangúsággal szóló döntések alapján, hanem 4/5-ös döntéssel a kizárásról is dönteni lehet. Megkönnyítenék egyébként a szavazati jog felfüggesztését ugyancsak 4/5-höz kötve. Ugye ez az, ami most van, a 7-es cikkes eljárás, ez megy ellenünk egyébként, már 2018 ősze óta, tehát Magyarország úgy tölti be ezt a tisztséget, hogy 6 éve a jogállamisági eljárás alatt áll. Tehát itt nyilván a legextrémebb dolgokig nem fog ez eljutni, de azért ez látszik, hogy komoly dolgokban Magyarország már nem vesz részt, Magyarország a peremre kerül, a pénzekhez való hozzáférés meglehetősen bizonytalanná válik. Ugye a következő fél év sem lesz könnyű, lengyel elnökség várható, hát ismert a jó viszony a magyar és a lengyel miniszterelnök között, ugye nem legutóbb Olaszországban már arról beszélt, hogy Varsót is vissza foglaljuk, mielőtt bevennénk Párizst és Brüsszelt. Hát, hogy milyen jól sikerült, ugye legutóbb is Brüsszel elfoglalása, ezt láttuk. Az ilyen mondatok sem használnak a kétoldalú kapcsolatoknak, meg az sem, amikor Tusnádfürdőn azt mondta, hogy a lengyelek a legszemforgatóbbak és a legálszentebbek Európában. Ezt is azért elég zokon vették. És hát a lengyel elnökség már jelezte, hogy a jogállamisági kérdéseket fogja a középpontba helyezni, ami nem jó hír Viktor számára, mert ezeken a területeken azért vannak komoly hiányosságok. Levonhatjuk-e azt a következtetést, hogy az Unió mindenféle eszközökkel próbálkozott, először még csak jelentéseket írt, indultak mindenféle eljárások, aztán elindult ez a sokkal keményebb jogállamisági feltételességi eljárás,
hogy tulajdonképpen ezek az eszközök mind egyenként megbuktak Orbán Viktor ellen, mert nem tudják úgymond helyes útra terelni, és akkor azt mondja Orbán Viktor, hogy jó, akkor majd mi gazdaságilag semlegesek leszünk, jelentsen is ez bármit, és akkor majd máshonnan szerzünk pénzt, de hogy úgy tűnik, hogy még ez sem hat rá igazából. Én a jogállamisági feltételességi eljárás, ugye ez az, ami a pénzek felfüggesztéshez vezet, nem lennék ennyire szigorú, még hát ez egy új eljárás, ez egyedül Magyarországgal szemben vezették be. Korábban Lengyelországgal szemben mérlegelték, de már nem vezették be, és Lengyelországgal kapcsolatban pedig a hetes cikkes eljárást is feloldották. Tehát ők hozzájutnak 130 milliárd eurós támogatáshoz, ami föl volt függesztve, azért ez nem kis pénz. Tehát ami 30 milliárdunkhoz képest is azért egy. Hát igaz, hogy négyszer nagyobb országhoz, hogy igen. Na, tehát én nem lennék ennyire szigorú, mert szerintem azért ennek van hatása, hát ezt látjuk egyébként a magyar gazdaság eredményein is. Tehát ez nagyon egyértelműen látszik, és az, hogy ők máshonnan szereznek be, sokkal kedvezőtlenebbül, egyáltalán hitel, tehát azt vissza kell fizetni majd, azt a mi meg a gyerekeink vállára teszi, kínai hitel, és a kínai hitelnek nagy ára van, nem csak kamatban, tehát azt látjuk, hogy az egy elköteleződést is jelent, és a kínaiak nagyon kíméletlenek akkor, hogyha valaki fizetési problémákba ütközik, erről sokat tudnának mesélni a Sri Lankaiak, ahol egy egész kikötőt lefoglaltak, pakisztániak, Montenegro, ugye csak azért úszta meg, hogy a bárkikötőjét elvegyék a kínaiak tőlük, mert az európai aki segítette őket. Tehát aki pénzügyi zavarba kerül, ott nagyon kemény zálogban kivetve. Hát ezért érdekes ezek az eltitkolt szerződések, ugye nem tudjuk, hogy mit tartalmaznak az áradékai a magyar-kínai megállapodásnak, de azt tudjuk, hogy ők semmit nem adnak ingyen. Tehát teljesen másról van szó, mint az Európai Uniós támogatásokról. Ráadásul az Európai Uniós támogatások most már egyre inkább címzettek és célhoz kötöttek, és jó célokhoz, tehát a zöld átálláshoz, a digitalizációhoz, tehát már nem arról van szó az új támogatási rendszerben, hogy térkövesíteni lehet a főteret, meg 60 centis kilátókat kell építeni az országba, hanem olyan dolgokat kellene, de hát most egyre nincs pénz, de kellene megvalósítani belőlük, amik jók az országnak. Szóval én azért mondom, hogy ennek van hatása, meg is szeretnék ők szerezni, csak nem szeretnék a feltételeket teljesíteni. Tehát itt van igazából különbség, a pénzt azt a kormány is szeretné megkapni, de úgy, hogy a feltételeket ne kelljen teljesíteni. Szent Iványi István, külpolitikai szakértő, a Connect Europe Egyesület elnöke a vendégünk még mindig, és arról beszélgettünk, hogy milyen hatása van a feltételességi eljárásnak, aminek keretében Magyarországtól visszatartanak bizonyos uniós forrásokat. Te azt mondtad, hogy van hatása, hiszen ezeket nem kapjuk meg, máshonnan kell forrásokat szerezni a magyar kormánynak, ám de abban az értelemben meg mintha nem volna hatása, hogy bár előfordult, hogy egy-két dolgot Orbán Viktor megszavazott, vagy kiment kávézni, vagy ilyesmi, de hát gyökeres változás sem a magyar jogállamiságban, ha úgy tetszik, sem a szövetségesekhez való viszonyban nem történt. Tehát ebben az értelemben nem sikerült az, amit feltételezem, hogy az Európai Bizottság szeretett volna, hogy változások vannak Magyarországon, és esetleg változások vannak mondjuk ki Orbán Viktor Ukrajna politikájában. Ez nem sikerült, és akkor közben pedig az uniós pénz nyilván hiányzik, nem csak Orbán Viktornak, hanem a magyar állampolgároknak is. Igen, tehát én nem is akarom azt a látszatot kelteni, hogy ez a csodaszer, ami mindent megold. Mindent az oldhatna meg, ha itt kormányváltás történne 2026-ban, vagy előbb, vagy bármikor. Tehát nincs, az Európai Uniónak sincs olyan illúziója, hogy ezek az eszközök alkalmasak arra, hogy Magyarországot teljes mértékig visszavezessék, vagy visszatereljék a jogállamiság útjára. De azért valami történt, tehát az látható, hogy a korrupció esetében is majd kicsit fegyelmezettebb a helyzet, mint volt korábban, tehát persze pénz is sokkal kevesebb van, szinte nincs, de azzal, hogy van egy ugyan nagyon korlátozott hatáskörű, de integritási hatóság azért az már néhány ügyre rámutatott, már nagy óvatosabban kezelik ezeket a pénzeket, tehát valamiféle hatása van, nem túlzom el én sem, de nem tudjuk azt, hogy ennek milyen hatása lesz a választók egészére, azért én azt gondolom, hogy az a helyzet, ami Magyarországon most elő állt, imárom két évvel, mióta nem jutunk hozzá forrásokhoz, abban mi szerepe van annak, hogy a magyar kormány nem jut hozzá ezekhez a pénzekhez, tehát az,
hogy az emberek a bőrükön érzik azt, hogy ez a kormány mennyibe kerül nekik igazából, és mennyi kárt okoz nekik. Ilyen értelemben befolyásolhatja a közvéleményt is, és végül is ezek a dolgok a választásokon fognak eldőlni. Nyilvánvalóan nem az Európai Unió fogja megbuktatni, bár Orbán Viktor mostában állandóan erről beszél, de nem is ez a szándéka, és nem is tudná megtenni, ez csak is kizárólag a magyar választók tehetik meg, és hát majd meglátjuk. Most egyébként én úgy érzékelem a közvélemény hangulatát, hogy változóban van, és egyre többen hisznek abban, hogy itt lehetséges a változás. Ez egy nagyon fontos dolog, ami történt a magyar közvéleményben, mert fél évvel, vagy mondjuk egy évvel ezelőtt én egy ilyen teljes letargiát tapasztaltam. Mindenki azt mondta, hogy ez már 2030-ig, de voltak ezt, már 2040-ig le van zsírozva, le van játszva, itt már nem lesz semmi. Az Orbán megmondó emberei azt mondták, hogy hát most már mindenki beletörődött, olyan, mint a Kádár rendszer, hogy azt mondták, hogy hát ez akkor így van, most már így fogunk itt élni, hogy ezzel a formulával éljek, és senki nem bízott és remélt semmit. Na most ez változott. Ez egyértelműen változott, én ezt tapasztalom. Tegnap egy kicsit megismerítkeztem ebbe, volt ez a Magyar Péter féle tiszapárti. És úgy figyeltem az emberek reakcióit, és nyilván azok mennek el, akik persze változást akarnak, de határozottan azt érzékeltem, hogy a közhangulatban ez megjelent, és a legutóbbi közvéleménykutatások is jelzik azt, hogy egyre többen vannak, akik változást szeretnének. Lesz ez a konferencia, amiről beszéltünk, igen, november 4-én a Connect Europe konferencia, és ott a kérdések között szerepel az, amiről beszélni fognak, hogy szükség van-e további uniós jogalkotásra az európai értékek és források védelmében. Most ez az én kérdésem is, hogy van arra szükség, vagy akár lehetőség, hogy még további eszközöket alkalmazzanak Magyarország ellen, vagy most kivárnak, és lesz, ami lesz, majd csak valahogy teljesítik ezeket a mérföldköveket. Hát először is az lenne a legfontosabb, hogyha következetesen számon kérnék ezeket az eszközöket, mert azért az igazság, ez nem történt meg. Tehát amikor a bizottság rábólintott az igazságügyi reformra, hogy az ott rendben van, és ezért ugye 10 milliárd eurót felszabadítottak, azért az egy politikai jellegű döntés volt, és a szakmailag sokan tiltak. Például az Európai Parlament maga nagyon tiltakozott, és most is azt mondja, hogy nem történt meg, és látjuk, hát maga a bíró Ferenc, akit pedig hát ugye a kormányzat választott ki az integritás hatóság élére, és azt mondja, hogy nem tudják betölteni az eredeti funkciókat, és újabb jogköröket kérnek azért, hogy valóban hatékonyan tudjanak föllépni a korrupcióval szemben. Tehát az első, ami fontos, hogy a szigorúbb számonkérést kéne megvalósítani arra, hogy ezeket a vállalásokat valóban teljesíti a kormány. És hát én úgy gondolom, hogy persze további törvényhozási lépések is lehetnének. Ezek azért bonyolultabbak egy kicsit, mert ugye nincs teljesen egyértelmű konszenzus azt illetve, hogy pontosan milyen jogállamisági berendezkedést vár el az Európai Unió. És nem is nagyon lehet ilyet létrehozni, mert Európa nagyon sokféle alkotmányos hagyományból építkezik, tehát nagyon más a német, mint a francia. Most a brit nincs, de hát az volt a legkülönbözőbb, ott még alkotmány sincs. Tehát ahhoz, hogy egy egységes törvényben számon kérhető rendszer jöjjön létre, azt nagyon nehéz megtenni. Hát ez az, amivel a magyar kormány többszörösen visszaélt. Ugyanis mindig rá tudott mutatni minden pontnál arra, hogy ehhez hasonló vagy valami ilyesmi valahol van. De így együtt, ahogy ez így összeállt, egészében olyan nincs. Ugye azt mondták, hogy hát hogy pedig számon kérne a jogállamiságot, amikor Finnországban még alkotmánybíróság sincs. Valóban nincs, mert a legfelsőbb bíróság tölti be ugyanezt a funkciót. Tehát itt lehet ezekkel a dolgokon játszani, de az tény, hogy ilyen együttállás és együttese a jogállamiság korlátozásának sehol nem jött létre. Ezen még lehetne változtatni. Egyébként a konferenciának az egyik célja, hogy ezt megvitassuk, és megnézzük, hogy van-e szükség, és hol újabb Európai Unió szabályozásra. Hogy mit kéne tenni Magyarországon? Hát ezt tudjuk, de a Magyarországon az a probléma, hogy a jelentős rész ezeknek a korlátozó intézkedéseknek kétharmados. Tehát igazából csak egy olyan kormány tudna változtatni rajtuk,
amelyik kétharmados felhatalmazással rendelkezik. Ebbe a problémában most beleütközött az új lengyel kormány. Hogy egy csomó mindent bebetonoztak. Elég erősen, alkotmányosan is. És például ott van még a köztársasági elnök, aki odáig megy, hogy például egyetlen nagykövetet nem hajlandó kinevezni. És ugye ez az ő jogkör, hát ő írja alá megbízó leveleket. Tehát jövő nyárig, amíg ő ott van, addig így tudja blokkolni a működést. Minden törvényt vissza tud dobni. Ott sokkal erősebb egyébként a köztársasági elnök jogosítványa, mint Magyarországon. Tehát látjuk, hogy ez nem lesz egy könnyű dolog. Tehát Lengyelországban sem az. Hát ezért van az, hogy most ugye támadják, hogy a lengyel kormány jogállamisággal kapcsolatban olyan intézkedéseket hoz, amelyik sértik a jogállamiság elvét. És valóban vannak olyan intézkedések, amik súrolják ezt, de hát ezek mind azt célozzák, hogy helyreálljon az eredeti rend, és ezért valóban bizonyos lépések hát olyanok voltak, amik elég erőteljesnek számítanak, és vitathatóak jogállamisági szempontból, de különben pedig gusba kötve kell táncolni egy kormánynak, ha nem szerzi meg a kétharmad, és ugye ott sincs kétharmad, és hát itt sem tudom, hogy erre lesz lehetőség. És mennyire számít az egy ilyen helyzetben, hogy a szövetség a szövetségesnek, vagy éppen árulónak érzi-e a másik felet. Most értem ez alatt, hogy éppenséggel Olaszországban, Albániába küldik ki a menedékkérőket, hogy ott bírálják el a kérelmét, alig ha egyeztethető össze ez az uniós joggal, bizonyos országok önkényesen felfüggesztik a schengeni határokat, de éppen az emlegetett lengyel kormány se tudott mindent megcsinálni, amit megígért, de viszont megígérte, és bizonyos fontos kérdésekben, például Ukrajna kérdésében pedig együtt mozognak a szövetséggel. Magyarán, hogy ha politikai döntések megszületnének ilyen irányokban, amit hát Magyarország kormánya nem akar meghozni, akkor nyilván lehetne ezen változtatni, hogy ezen múlik-e lényegében az, hogy mondjuk mennyire vesznek komolyan bizonyos ilyen jogi kérdéseket az Unióban, hogy politikailag ki a szövetséges, és kitűnik nem annak. Igen, hát ez egy nagyon érzékeny kérdés, amiről itt beszélünk, mert ugye van egy jogi szerkezet az Európai Uniónak, de mégiscsak egy politikai együttműködési keret. És politikusok hozzák meg a döntéseket. Tehát a tanácsban egyértelműen, miniszterelnökök, miniszterek, de hát a parlamentben is politikusok ülnek, és hát legyünk őszinték, a bizottságban is. Azt hiszem az előző bizottságban hárman voltak, köztük a magyar biztos, akinek nem volt politikai háttere, a többiek mind volt miniszterek, államtitkárok, volt, még volt miniszterelnökök is, a maga von der Leyen is miniszter volt hosszú időn keresztül. Egy időben még emlegették Angela Merkel utódjaként is, tehát egy fajsúlyos személyiségnek tartották Németországban, szóval ott is ugyan védelmi minisztériummal kapcsolatos botrányok miatt hát forró lett a talaj. Na mindegy, tehát igen, tehát ez kétségtelen tény, hogy bizonyos döntésekben abszolút érzékelhető a politikai elem, ezt én nem is vitatom, és ezt többen természetesnek tartom. Valóban Lengyelországgal kapcsolatban is elnézőbb az Európai Unió most, mert úgy érzi, hogy a lényeget illetően az alapértékek szempontjából sokkal közelebb áll az európai közös értékekhez, mint az előző kormány. És ilyenkor valóban nem folyik egy ilyen jogászkodás abban az ügyben, hogy minden tökéletesen megfelel. Egy olyan országgal kapcsolatban, amelyik azonban a lényeget illetően tér el alapvetően, és ezért legyünk őszinték, Magyarország vagy a magyar kormány esetében erről van szó, természetesen sokkal szigorúbban veszik a jogi feltételeket. ez is érthető. Erre szokták azt, hogy kettős mérce. Ez nem kettős mérce, ez az Európai Uniót irányító alapelv volt kezdetektől fogva. Mi ehhez csatlakoztunk, ez így működött korábban is. Nyilván azok az országok, amelyek egyéb tekintetben együttműködőek, azokat másképpen kezelik, mint aki mindenben betart. Hát ez a magánéletben is így van, a munkahelyeken is így van. Valaki mindig kekeckedik, trollkodik, mindent akadályoz, akkor kevésbé lesz elnéző vele szemben a többi munkatárs vagy a főnök. Mert azt nem szeretik az ilyen embereket. Tehát erre ezt tudnám mondani. Most, amit az elején említett, hogy nem tudom, tegeződhetünk is, mert valójában a magánéletben mindannyian tegeződünk. Csak tudom, hogy a média általában azt kéri, hogy magázódjunk. Tehát ami azt illeti, ezekben a kérdésekben például ugye szó volt itt a migráns azért hotspotok létrehozásáról Albániában. Igen, hát ez Pedro Sánchez, egyébként ő az egyetlen, az nagyon élesen ellenzi ezt,
Talán még a portugálok is, most volt is egy találkozója Pedro Sánchez-nek a portugál kollégájával, és az is azt mondta, hogy ez így nem lesz jó, mert ő úgy érzi, hogy ez az európai értékekkel alapvetően ellentétes. Mert idáig valóban az volt az alapelv, hogy mindenkit az adott országban be kell bocsátani, és ott kell megvizsgálni az esetet, és nem lehet fogzárva tartani, mert ugye aki nem bűnös, az nem tartható zárva, hát ez egy alapvető római jogi alapelv, tehát zárt táborban nem lehet zárni. Ugye ez az, ami miatt Magyarországot büntetik. Mert Magyarország nem biztosítja azt, hogy beengedje és itt vizsgálja körül, és a tranzit táborokban pedig fogva tartotta gyakorlatilag őket. Tehát ki persze visszamehettek a másik irányba, és a magyar táborokba is. Na most az a paradox helyzet állt elő, hogy ezért valóban Magyarország büntetik, mert ez a jelenleg érvényes jogszabály, de ugye a mostani Európai Uniós csúcson von der Leyen azt, hogy kifejezetten követendő példaként emlegette az albániai telepeket, amit egyébként az olasz bíróság megtámadott. És arra kötelezte a kormányt, hogy hozza vissza azokat, akiket már odavitt Albániába. Tehát ez egy nagy politikai harc lesz. Ugye látjuk, hogy a migrációs kérdés volt az egyik kulcskérdése az európai parlamenti választásoknak, és hát az egyértelmű üzenete volt ennek, hogy azok a pártok, amelyek szigorítást szorgalmaztak, nem feltétlenül csak a szélsőségesek, például a CDU is, és más fősorvonalbeli pártok is, azok nyertek, azokat támogatták az emberek, és azok a pártok, hagyományosan a befogadáspárti álláspontot képviselik, ezek elsősorban a zöld és liberális pártok, hát ők voltak a nagy vesztesei ennek a mostani parlamenti választásnak. Tehát Európában a közhangulat a menekültekkel kapcsolatban megváltozott. És erre reflektál most az Európai Unió is, hogy a közvélemény elfordult a befogadás kultúráját, ott Németországban is egyértelműen. Tehát ugyan amíg a Willkommens kultúra az egy létező dolog volt, az nem csak Angela Merkel találta ki, nagy közvéleményi támogatása volt 15-16-ban, 17-ben még Angela Merkel fölényesen megnyerte a választást ezzel a Willkommens kultúrral, ugye ezzel fogadjuk be őket, szeressük minket, mi ilyenek vagyunk, németek, mi barátságosak vagyunk, vendégszeretőek, hát ez megvál, ma már ezzel nem lehetne nyerni választást, sőt csak elbeszélni, ne? És ma valóban hát változtatni kell a paktumon. Ugye a dolog iróniája az, hogy tavasszal fogadott el az Európai Unió egy paktumot, ami már ugyan tartalmazott szigorításokat, de még ez nem volt benne, tehát ugye ezt ki kell egészíteni, ezt most már ebben egyetértettek az állam és kormányfő, kivéve Pedro Sánchez-t és a portugálokat, hogy igenis lehet hotspot Európán kívül, ott fogva lehet tartani őket, vagy hát legalábbis zárt telepen lehet. Tehát ezek szembe mennek a hagyományos liberális jogelvekkel, mert ugye önmagában ez nem bűncselekmény, mert Magyarországon annak számít, azt tudják, tehát ez illegális határátlépés, ez bűncselekmény, ez Európában nem. Tehát aki menekült, az nem bűnöző, az egy szabad ember, meg kell vizsgálni, hogy valóban jogosult a menekült státusra, ha nem, akkor joga van a fellebbezésre, és csak utána lehet kitoloncolni. Na most ebből adódik az, és ugye mindenki most erre hivatkozik, hogy az elutasítottaknak csak 20%-át tudták kitoloncolni, vagy hagyták el maguktól azt, ahol elutasították, és hát körülbelül 5 millió olyan állampolgár él, vagy nem állampolgár, ilyen jogon kívüli ember él Európában, akit nem fogadtak be, és itt van. És hát külön nehezíti a történetet, hogy ezek közül sajnos néhány meglehetősen frusztráltá válik, terrorista szervezetekhez csatlakozik, késekkel támad emberekre, ugye ezek mind ilyenek. Az Olingeni késélés olyan volt, már egy éve kiutasították, csak felszívódott, eltűnt, lébe szólt, de miután törvényen kívüli nincs törvényes tartózkodás, nem tud munkát váltani, automatikus, valóban ez egy ilyen értelemben egy veszélyforrás, hogy egy ilyen törvényen kívüli nem dokumentált ember létezik, ez nem jó dolog, ezt én is így gondolom. Na most ezt föl fogják gyorsítani, ezt viszont csak úgy lehet elérni, ugye, mert az, mi történt? Megkapta a kiutasító hatást, akkor föllebbezett, és ugye még nem lehetett letartóztatni, és ekközben eltűnt. És amikor már kézbe tették volna neki azt, hogy most hát véglegesen ki van utasítva, akkor ő már nem volt sehol. Tehát nem lehetett közbe sem, nem is lehetett kivinni, vagy kikényszeríteni, hogy hagyja el az unió területét. Tehát itt valóban van egy nagyon súlyos problémája Európának, ezt ne dugjuk homokba a fejünket, maga a menekült probléma is, ez tetézi az integrációs probléma, tehát a másod-harmad generációsok integrációs problémája, és hát ebből adódik, hogy a közvéleménynek meg ebből kezd elege lenni, és erre reflektálnak a politikusok is.
2 percünk maradt, úgyhogy ha azt, igen, úgyhogy ha azt vesszük, hogy tulajdonképpen akkor Orbán Viktor, hát ezt eddig is tudtuk, hogy Orbán Viktor, amit vallott a migrációról, az egész közelít már ahhoz, amit jelenleg az Unió vall a migrációról, és azért több téren van ilyen, hogy igazából, ha egy kis együttműködést mutatna a kormány, akkor valójában meg lehetne állapodni, csak hát nem mutat semmit. De mi az a minimum, amire azt mondaná az Unió, hogy jó, akkor most már innentől feloldjuk a korlátozásokat, és akkor lehet valamilyen szinten integrálni Orbán Viktort az Unióba. Hát erre nem tudok igazán választ adni, mert nem látok Orbán Viktor fejébe, és nem tudom, hogy ő mit gondol, hogy meddig hajlandó elmenni. Hát tudjuk, hogy mit, ugye van 27 mérföldkő. Hát ezt kéri az Unió. Ebből most úgy néz ki, hogy 14-et vagy részlegesen, vagy párat talán teljes, ők úgy azt mondják, hogy összesen teljes tették, ez nem igaz. 14-ről van az, hogy legalább részleges teljesítés történt, de nem teljes körű, a többiből meg egyáltalán semmi nem történt. Tehát ez lenne az. Na most azért egy mondatot hadd mondjak még arról, hogy úgy tűnik, hogy Orbán Viktornak igaza lett, mert ugye ezt szokta ő mondani, meg a hívei is ezt mondják. Na most én ezzel nagyon nem értek egyet. És az a migrációs politika, amit Orbán Viktor képviselt, az egy politikai termék, az nem migrációs politika, az nem, alapvetően nem a migrációról szólt, hanem az idegen ellenesség felszításáról szólt, a Brüsszel elleni uszításról szólt, a Sorosnak a gyalázása szólt, ez egy belpolitikai termék volt, és ez nincs sehol Európában. Ezt senki nem használja arra, hogy az Európai Unió ellen uszítson, hogy a Brüsszel ellen, vagy legalábbis szélsőséges pártok, igen, természetesen, de úgy értem, hogy kormányok. Az Ausztriában választást nyertek ezzel. Igen, tehát szélsőséges párt, persze, aki aztán reméljük nem is kerül kormányra. Igen, tehát van, szélsőségesek ezt csinálják, de kormányon ezt senki nem csinálja, meg Brüsszel ellen se uszít, meg idegen ellenes uszítás sem folytatnak, csak azt mondják, hogy ezt így most már nem folytathatjuk, mert nem működik. Tehát nem lett Orbán Viktornak igaza, nem követik őt ebben a, hát kivéve az európai szélsőségesek. November 4-én lesz egy konferencia Európai Uniós Értékek és Források Védelme címen, többek között a Connect Europe szervezésében, aminek az elnöke Szentimány István, aki a vendégünk volt az elmúlt órában. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, kitűnő volt legalább számomra ez a beszélgetés, ez a lehetőség.